Bihar megye 8 középiskolájának diákjai, valamint a Párciumi Keresztény Egyetem közössége vett részt abban a Fórum színházi projektben, amelyet Tasnádi Sáhi Péter rendező szervezett, és amelynek témája a függőségek voltak. A Fórum színház szervezői Enne Császi Ildikó egyetemi oktató és Tasnádi Sáhi Péter színház rendező idén is játékra hívták hát az érdeklődőket, hogy a Fórum színház eszközeinek segítségével megteremtsék a társadalmi vita lehetőségét a 10-20 éveseket érintő függőségekről. Erről beszélgetek a továbbiakban a szervező Tasnádi Sáhi Péterrel, akit szeretettel köszöntök az Erdélyi Figyelőben. Jó napot kívánok! Kezdj sokkal, jó napot kívánok a kedves nézőknek is! Péter, a Fórum Színház legújabb projektjéről, Dióhéjban, ugye itt már fölvázoltam a nézőknek néhány információt, kiegészítésképpen mit kell még tudni róla? Azt kell tudni róla, hogy tulajdonképpen a kezdeményezés nem új, hiszen a tavalyi évben már tulajdonképpen ugyanebben a struktúrában szerveztünk egy fórumot, egy ilyen fórumszínházi esemény, ugyancsak Enn Császi Ildikó, a Párciumi Egyetem vendégoktatójával, és ugyancsak a vendégoktatók a Magyar Kultúráért program keretében. Ebben az a tavalyi évben a Madách emlékév kapcsán az ember tragédiájából emeltünk ki bizonyos konfliktus helyzeteket, és ezeket nagyon szabadon kezelve próbáltunk gondolkodni diákokkal a máról. Tehát tulajdonképpen a struktúra adott volt, és mivel a tavalyi program nagyon jól sikerült, megmozgatta a diákokat, rendkívül pozitívak voltak a visszajelzések, és azt is mutatta, hogy ezt a formátumot, a Fórum Színházat ekkora volumenben egy egész megye magyar diákságára kiterjedően lehet művelni. Úgy döntöttünk, hogy idén is nekifogunk, csak most egy aktuálisabb témával, a függőségekkel ebben. Azt gondolom, hogy az volt a nagy különbség, hogy a nagy mű, a tragédia nem nyomott minket, viszont hát egy rendkívül aktuális problémával foglalkozhattunk, ez pedig komoly kihívást jelentett, hogy őszintén hatékonyan tudjunk erről kommunikálni. Igen, mondhatnánk azt is, hogy sajnos nagyon aktuális a probléma. Az iskolák csapatai önállóan készítettek jeleneteket, az ön mentorálása alatt rakták ezeket össze. Hogyan közelítették meg a témát a diákok? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Amely téma ugye, hát számukra sajnos még egyszer mondom, nem idegen. Kitaláltunk egy nagyon jó nyelvet. Ugye itt együtt dolgoztunk folyamatosan a diákokkal, tehát minden foglalkozáson együtt készültünk, de az ő gondolataik kerültek bele ezekbe a jelenetekbe, én pedig vezettem ezt a gondolkodást, és illetve utána próbáltam segíteni nekik ezt formába önteni. Kitaláltunk egy nagyon jó nyelvet, arról beszéltünk az adott helyen, adott intézményben, hogy elkezdtük profilozni az átlag helyi diákot. Tehát nem azt kérdeztem tőlük, hogy na, akkor közületek hányan dohányoznak, fogyasztanak alkoholt, hány órát mobiloztok, és ki fogyaszt drogokat, hanem elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mondjuk 10-ből hány ilyen vagy olyan, tehát az ő középiskolájukhoz tartozó diák dohányzik, hány fogyaszt alkoholt. És akkor tehát elkezdtünk az átlag diákról beszélgetni, ami egy nagyon jó csatorna volt, hiszen nem kellett személyes vallomásokat tenni, hanem kaptunk egy képet, vagy összeállítottunk egy képet arról, hogy ők hogy látják a helyzetet. Egyébként nagyon súlyosnak tűnik ez alapján, mert átlagosan azt mondhatom, hogy a Bihar megyei diákok véleménye szerint átlagosan 10-ből 6-7 kortársuk legalább dohányzik, volt ahol a komolyabb számot kaptam. Az alkoholfogyasztásra ugyanez volt a szám, és sajnos vannak, nagyon jól látszik, hogy melyek azok az intézmények, amik nem érintettek, és látszik, hogy melyek azok az intézmények, amik érintettek azzal, hogy van drogfogyasztás, miközben nem csak könnyű drogokat tekintve. Ja, igen, és azt hiszem, hogy nagyon reális a probléma, nem csak Bihar megyében sajnos, hanem az ország összes megyéjében, és most már nem kell tekintetbe venni, hogy nagyváros, kisváros, a kisvárosok is ugyanolyan mértékben érintettek sajnos, mint a nagyvárosok. Hogyan alakul ki a vita
ebben a fórum színházban. Ugye, hogy vita fórum, és hogy egy társadalmi kérdésről vitáznak, szakembereket is bevonnak, tanárokat is bevonnak, bárkit, aki érintett lehet ebben? Hát egyrészt ugye a Fórum Színháznak az a lényege, hogy mi ezekkel a csapatokkal készítettünk jeleneteket, amik tulajdonképpen szokványos színházi jelenetek, azzal a különbséggel, hogy a Fórum Színházban nem adunk megoldást, hanem jellemzően a krízisig dolgozunk ki egy jelenetet, tehát ezek problémafelvetések. Például az egyik jelenet arról szólt, hogy egy diák egy buliban kiüti magát, és akkor csak diákok veszik körül, mi a teendő. Mentőt hívni, nem hívni, szülőt hívni, nem hívni, rendőrt hívni, nem hívni, hogyan kezelni magát ezt az egész helyzetet. És ez egyik jelenet volt, amit a végén, tehát megmutattuk ezt a 9 jelenetet, a 8 középiskola és a Pár című Keresztény Egyetem csapatainak a jeleneteit, és utána megszavaztattam a közönséget, nagyobb részt, vagy részben a szereplőkből álló közönséget, 70 diák volt, aki játszott, mi kb. 160-an voltunk az esemény egészen, tehát megszavaztattuk a közönséget, hogy melyik témával foglalkoznának szívesen, és akkor mi megkérdeztünk tőlük, hogy ki gondolja azt, hogy van valamiféle megoldás. És akinek volt valamilyen megoldási ötlete, stratégiája, hogy hogyan lehetne a helyzetet megoldani, az beállt a jelenetbe, vagy az egyik szereplő helyére, vagy pedig új szereplőként próbáltunk arról gondolkodni, hogy ez egy ilyen improvizatív próbahelyzet, próbáljuk a jelenetet formálni, a megoldás felé vinni. És együtt gondolkodtunk, és visszatérve arra, hogy szakértőket nem volt lehetőségünk bevonni a projektbe, pontosabban tanárok jelen voltak, sőt az egyik igazgatónő is nagyon hozzáértően felszólalt, és ami nagyon fontos, hogy tanárok és diákok kommunikáltak egymással, ez a tavalyi évnek is egy nagy revelációja volt, hogy ez lehetséges, hogy iskolai kereteken kívül szabadon tanárok és diákok beszélgetnek, vitatkoznak, eszmét cserélnek, ami számomra mindig egy csodálatos élmény. Bizonyára mi a visszajelzés a diákok részéről, most például a függőségeket tekintő témakörben, mennyire nyílnak meg, mennyire érzik ennek, most idézőjelben mondom a játéknak, de nem is kell idézőjelbe tennem, hiszen játék maga a Fórum Színház is, ennek a játéknak a, hát az, hogy eredményre is törekszik azért ez a játék, tehát hogy valamilyen formában megnyíljanak, megértsék ezt a társadalmi problémát, amelynek ők az elsődleges főszereplői. Szokás ezt a, hát ugye a mai középiskolás leginkább Z-generációt szívni. Én nagyon régóta dolgozom velük, és rendkívül szeretem ezt a generációt. Azt gondolom, hogy a világ egyik legmagára hagyottabb generációja az emberiség történetében, és a személyes tapasztalatom az, hogyha ezek a fiatal emberek azt érzik, hogy kíváncsiak vagyunk rájuk, érdekel a véleményük, akkor rendkívül gyorsan és szívesen megnyílnak, főleg, hogyha ezt tudjuk egy ilyen játékos formában ültetni, rendkívül szívesen megmutatják magukat, hallatják a hangjukat, egy picit kell nekik segíteni és eszközöket adni, mert ott nincsenek hozzászokva feltétlenül ezekhez a helyzetekhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez rendkívül sikeres kommunikációs forma. Ez az egyik része. A másik része, hogy nem csak nevelési eszközként, hanem ezekből a tapasztalatokból számomra az is lejön, hogy az a fajta polgári illúziószínház, ami nálunk még mindig mainstreamnek számít, az nem biztos, hogy ennek a generációnak, aki a tévéhez is oda megy és lapozni próbálja a képernyőt, megfelelő lesz, hanem szükségük van erre a fajta interaktivitásra, játékra, és a nézés helyett a találkozás és az interakció sokkal fontosabb nekik, mint az, hogy óriási látványokat kapjanak. Milyen érdekes és milyen értékes az, amit mondott, ugye, hogy eszközt adni a diákok kezébe és a fiatalok kezébe, hogy
amivel ugye ők is fel tudják dolgozni a bennük rejlő mindenféléket, hiszen nagyon sok minden rejlik bennük. Lesz ennek még folytatása, Péter, és hogyha igen, milyen formában, milyen témával talán? Hát mindenki azt mondta, hogy folytassuk, és én is azt mondom, hogy folytassuk. Most elkezdtem, és elkezdtünk többen azon is gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt az én projektszerűségből kiszabadítani, mert csodálatos, hogy évente egyszer nekiállunk másfél hónapra csinálni valamit, és annak van egy ilyen nagyon jó eredménye, és az is csodálatos, hogy ehhez van támogatás, tehát messze nem akarok hálátlannak tűnni, nagyon nagy dolog, hogy ezt a vendégoktatók a magyar kultúráért keresztül a Magyar Külügyminisztérium támogatja, és a Párcium és a Tanfelügyelőség mindenki partnere ehhez. De én azt gondolom, hogy ez egy remek eszköz, és nagyon jó lenne, hogyha a Fórum Színházban annyira fontos multiplikátor hatás érvényesülni tudna, ami azt jelenti, hogy a diákokat is rávenni arra, hogy önállóan összejöjjenek, gondolkodjanak, játszanak, mutassák meg egymásnak a jeleneteket, vitatkozzanak. Tehát jó lenne a szellemet kiszabadítani a palackból, és ezt az eszközt nem csak ilyen fegyelmezett intézményi formában használni, hanem éreztetni velük, hogy ez az övék. Összegyűlik három ember, beszélget számára fontos témáról, készíthet egy jelenetet, megmutathatja a barátainak, és remekül vitatkozhatnak. Tehát lehet használni, mint az activity társas játékot, és azt hiszem, hogy számomra ez lenne a távlati cél. Folytatni mindenképpen szeretnénk, rengeteg olyan társadalmi probléma van, ami nem kibeszélt, és most is azt éreztem ezekben a jelenetekből, ezt szomorított el egyedül, hogy tulajdonképpen azok a srácok egy zárt világban vannak, amiben ezekben a jelenetekben nem látszottak a felnőttek, nem látszott a felnőtt társadalom, teljesen magukra hagyottnak tűnnek ez alapján. Azt hiszem, hogy nem engedhetünk meg magunknak. Köszönöm szépen Tasnádi Sáhi Péternek, mindenképpen gratulálok ehhez a projekthez is, és várjuk a folytatást, várjuk a következőt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszontlátásra. Viszontlátásra.